A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. Ebben az évben ünnepel a televízió, ugyanis 40 éves lett a tévé, egyébként a rádiónk, a Vörösmarty rádiónk 30 éves, erről is majd lesz egy külön adás, de most azért vagyunk itt, hogy beszélgessünk a televíziónk elmúlt 40 évéről olyanokkal, akik relevánsak ebben a témában. Két egykori főszerkesztőjét hívtam meg a televíziónak, és a jelenlegi, majdnem egykorit mondtam, de jelenlegi vezetőnk is itt van velünk. Nagy szeretettel köszöntelek titeket, örülök, hogy tudunk egy kicsit beszélgetni erről a témáról is. Ketten ugye közületek már voltak a Nálatok Mizuban, András még nem, úgyhogy örülök, hogy most már veled is beszélgethetek ilyen módon is. Köszönöm, hogy itt lehetek. És akkor bemutatnám a nézőknek is a vendégeinket. Nagy Zoltán Péter, aki már a kezdetek óta itt volt velünk, köszönöm, hogy eljöttél. Itt van velünk Nagy Judit is, te is nagyon régen voltál. Üdvözlöm, én is a nézőket. A Fehérvár Televízió főszerkesztője. Én már nem találkoztam veled, amikor én ide érkeztem 2002-ben, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi volt előtte. Mit mondtak, jobb is, ha nem találkoztam? Nem, ilyenről nem beszélt senki eddig. És itt van velünk Hagymási András, a Fehérvár Média Centrum Kft. Ügyvezető igazgatója is. Köszönöm, Szilvi, a meghívást, és köszöntöm szeretettel a Fehérvár TV nézőit. No, hát néhány héttel ezelőtt volt egy nagyobb szabású ünnepségünk, ugye a Városháza dísztermében, ahol hát tényleg nagyon sokan összegyűltünk, jelenlegi és egykori dolgozók is. Most elsősorban titeket kérdezlek arról, de téged is, András, mert azért közöd valamilyen szinten így a városhoz, a városi közélethez már akkor is volt, hogy ti hogyan emlékeztek vissza a kezdetekre. Hát ugye alapító tag is vagy, Zoli, és hát ugye 1994-ben nem tudom ez, hogy nézhetett ki. Azt tudom, hogy bedugtak egy kazettát, és úgy indult el a tévé. 94-ben már azért egy kicsikét előrébb haladott a világ, mert 84-ben alakult a Fehérvár Televízió, akkor még Székesfehérvári Városi Televízió néven futott. Úgy voltam én alapító, hogy nyilván előttem azért voltak emberek, Baranyi Pál, akit mindenképpen meg kell említeni, hiszen a Pali az igazi alapító, ő a fundamentum a Fehérvár televíziózásnak, a Fehérvári televíziózásnak. És a nem a Szent Miklósi Dávid, mert mindig ő jut eszembe, hanem a Szent Györgyi Tamás. A szentekkel mindig bajban vagyok egyébként, mint református értető módon összekeverem őket. A Szent Györgyi Tamás, aki a műszaki alapjait fektette le a televíziózásnak. A Halász Pistával ezek után léptünk be, 3-4 nappal később, de mi később jöttünk. És hát a kezdet-kezdetén még mindenki minden volt annak rendje és módja szerint. És valóban az az első kazetta bedugás, kazetta berakás, amikor már hivatalosan adtunk, mert azért a Tamás elkövetett egy-egy idézőjelben csalást. Ő csak ki akarta próbálni magát a hálózatot, hogy hogy működik a Kurosékkal együtt. Ők a szép, a mai szép hőerti annak idején IKV néven futottak. Hogy működik-e az a hálózat, és nem csak egy monoszkópjel tud átmenni viszonylag hibamentesen, hanem megmozdul a kép, mi van akkor. Aztán gyorsan kikapcsolták, hogy megvolt a kisebb próba, de ezek nem hivatalos játékok voltak, hanem ilyen illegális játékok. Főleg abban a világban ez a maga módján életveszélyes volt. De a televíziózásnak már akkor látszott, még el se kezdtük, már akkor látszott, hogy ereje van. Méghozzá nem kicsi ereje, hiszen a helyi pártbizottság, annak idején ők voltak a hatalom élén, a helyi pártbizottság az folyamatosan járt át ellenőrizni, hogy is történnek ezek a dolgok, mik történnek. És a Baranyi Pali ez egy világ egyik legjobb politikus hajlamú embere, és mindent csodálatosan ki tudott beszélni, mindent csodálatosan meg tudott magyarázni, és ennek megfelelően nagyjából mindenre engedélyt is kaptunk. Úgyhogy így kezdődött, legalábbis, hogyha az első napokat nézem, a televíziózás. Judit, amikor csatlakoztál egészen pontosan?
hát én a rendszerváltást követően, de földolgoztam ezt a témát, hiszen én a helyi televíziózás történetével is foglalkoztam, és publikáltam is a médiakönyvben, és emiatt a dokumentumoknak is utána néztem, amikor a Városi Tanács rendelete életre hívta ezt a televíziót, és eleinte ugye újságírók kezdtek el dolgozni. Nagyon fontos elmondani, hogy abban az időszakban, amikor a televízió alakult, hát az egy reveláció volt a média történet szempontjából, mert hogyha valaki elővesz egy akkori újságot, akkor azt láthatja, hogy egészen kicsi képeken, fekete-fehér fotókon jelentek meg a helyi vezetők, vagy akár a közéleti személyek. És még akkor nem is volt színes az újság, valamint nem volt ez a bulváros formátum, amiket most látunk, hogy már nagy képek, kép-kép aláírás, abszolút ilyen ikonográf kultúra, hanem sok szöveg és kevés fekete-fehér kép, fotó. Tehát gyakorlatilag úgy elmentek az utcán egy vezető mellett az emberek, aki pontosan nem tudta, hogy ki ő, vagy nem vett részt egy nagy gyűlésen, vagy akár egy ünnepségen, simán elmentek az emberek a helyi vezetők és a közéleti személyek mellett, mert ilyen kis fotókról ismerték őket. És a televízióval pedig bejöttek a szobába ezek az emberek. És lehetett tőlük kérdezni, tehát interaktívvá vált a dolog. Még a Zolival annak idején, hiszen mi dolgoztunk is együtt, nagyon sokat nevettünk az egykamerás felvételeken, amikor a Stosek Mátyás hátrafordult a nézők fele, mert ugye egy kamera volt, és akkor hát így beszélt, mert ugye az egy kamera próbálta az interjú alanyt venni, de hát ő is szeretett volna a nézőkhöz szólni. Hát amit mi ugye most minimum két kamerával oldunk meg, akkor egyetlen egy kamerával oldotta meg, és hát elmondta a fölvezetőjét háttal a nézőknek, és akkor kerülhetett sor utána arra az interjúra, de egyáltalán, hogy lehetett kérdezni. És akkor voltak olyan műsorok, amikor be lehetett telefonálni, és válaszokat adtak ezek a helyi vezetők azokra a lakosságot érintő kérdésekre, amely a, nem tudom, Malackai úti vízelvezetés, azt sose felejtem el. A rendszerváltás utáni polgármesterünk, ugye Balse István, ő gyakorlatilag minden kérdésben büfé volt, a vízelvezetéstől kezdve a kulturális témákig bezárólag teljesen random tudott válaszolni kérdésekre, és képben volt. Abszolút azt lehet mondani, hogy őt nem lehetett zavarba hozni semmilyen ilyen kérdéssel, bátran ült a kamera elé, és hát amikor a Malackai úti vízelvezetésről volt szó, bejött egy kérdésbe, és mondta rá a választ, hogy éppen hogy áll a Malackai úti vízelvezetés kérdése. Szóval nekem az úgy megmaradt, hogy bent ülök a stúdióban, és szó volt gazdaságfejlesztésről, iparfejlesztésről, kulturális intézményekről, programokról, városi tervekről, és akkor ebbe így belejött a vízelvezetés kérdése, és arra is tudott válaszolni. Szóval ez volt fontos az embereknek. Hát én meg Széles Gáborral lettem népszerű, hiszen olyan kérdéseket is feltettem annak idején a Széles Gábornak, amit az akkori újságírók nem tettek föl, kényes kérdéseket is föltettem, és hát ugye én dolgoztam a Videótonban, tehát itt ebben a városban 15 ezer ember ült a tévé előtt, és azt mondta, hogy igen, Judit, és azt is kérdezd meg, és azt is. És én megkérdeztem. És egy pillanat alatt népszerű lettem a Széles Gábornak köszönhetően. Egyébként valóban a Balsai Pistának a szakmai ismerete az olyan széles körű volt, hogy tényleg nem lehetett zavarba hozni. De 1987-ben egy Baranyi Pál által készített interjúban simán zavarba hozta a Pali őt, ugyanis egész egyszerűen polgármester úrnak szólította. 1987-ről beszélünk, ugye tanácselnököt, tanácselnök elvtárs kellett volna mondani, de mivel az István Pista templomba járó ember volt, ezért polgármester úrnak szólította. Magyarországon ez a megszólítás 1987-ben nem ismert volt. Senki nem tudott róla, hogy ilyenfajta megszólítás létezik.
És a Pista olyan zavarba jött, hogy ne csináljuk ezt, ne, ezt kezdjük újra, ezt nem csinálhatod velem, Pali, ezt nem csinálhatod, engem ki fognak nyírni. Pali azt mondta, hogy nem, kezdjük újra. Indulunk? Indulunk. Polgármester úr. És folytatta tovább, illetve kezdte újra a beszélgetést. 87-ben még olyan világot éltünk, ahol a tanácselnök is félt a rendszertől. Hozzá kell tegyem, hogy én diák újságíró voltam ebben az időszakban, amiről most az Zoli beszélt, és tulajdonképpen az újságírás alapjait akkori Pintér Antal, aki akkor ma a Benkő Andrea tulajdonképpen, az akkori Magyar Rádiónak az akkori helyi tudósítója volt. És hangja. És hangja volt, és nagyon jó barátja a Baranyi Pálnak, és én diák újságíró voltam, és több ilyen kurzust hirdettek meg, meg tábort is hirdettek. Többek között az egyikben Megyeri Zolival is voltunk, mert a Zoli is osztálytársam volt, és nekünk egy nagyon komoly iskola rádiónk volt, a Motor Rádió, és az volt a jó a Motor Rádióban, hogy MR volt a rövidítése, és miután a Magyar Rádiótól kaptunk nagyon sok mindent, többek között riporter magnókat is, bátran be lehetett menni bárhova ezzel az MR feliratú riporter magnóval, és nagyon komoly felszerelésünk volt, és bedolgoztunk az akkori ötödik sebességnek. Úgyhogy én alapvetően egy rádiós pályára készültem, ennek minden ismérmével, együtt a műszaki hátterével is, és a tartalmi hátterével is. Tehát már diákként én arra készültem, hogy majd valamikor médiával szeretnék foglalkozni, de itt a fő irányvonal a rádió volt, mivel hogy akkor még nem volt helyi tévé. És akkor a tévében, amikor jöttél, akkor ugyanúgy gondolom egy ranglétrán végig kellett menni. Láttam korábbi riportjaidat is, egyébként mostanában Séda Zoli előszeretettel előveszi, és kicsit így nosztalgiázik egy-egy percben, és hát abban nagyon vicceseket szokott egyébként beletenni, amikor még az ilyen alkoholistákat találtál meg, de gondolom magad is találkoztál ilyen videókkal. De, szóval nagyon sok interjú kapcsán lehetett téged látni, legalábbis az abból a néhány éves emlékemből, amit akkoriban láttam, hát még nem tudom akkor mennyire néztünk mi gyerekként tévét, de azért én tudom, hogy te egy ilyen jellegzetes arc voltál akkor. Igen, hát a riporteri tevékenysége tulajdonképpen ebben a rádióban Orosz József alapozta meg, Pulitzer díjas újságírónkról van szó, aki ugyanabban az iskolában végzett, ahol én, csak fölöttem járt. És én már nem dolgoztam vele együtt, de a szellemisége, amit átadott, az nagyon meghatározó volt abban a rádióban is, és nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a tiszta műfajok ismeretére, és ezeknek a műfajoknak az éltetésére, és pontosan próbáltunk riportot riport keretben megcsinálni, interjút interjú keretben megcsinálni, akárha írott, akárhogyha ha rádiós műsorokról is volt szó. Akkor is voltak azért kevert műfajok, de a tisztább műfajok jellemzőbbek voltak annak idején, és valóban így van, hogy nagyon sok embert megszólítottunk akkor. Ugye ez volt az érdekessége tulajdonképpen annak a tévének, hogy te is beleszólhatsz, te neked is lehet véleményed. Ugye akkor senki nem kérdezte meg azelőtt az embereket, hát lehetett ilyent, mint a törcív kisasszony amerikai regényben olvasni, ugye, vagy a Veres Pál, ugye az Interpress magazinban lehetett kérdezni, és akkor válaszolt. Tehát körülbelül ez volt az interaktivitás a médiában akkor. Tehát, hogy mint mondtam, több szempontból is egy reveláció volt a társadalmi kommunikációban egyáltalán a helyi média megjelenése, és volt egy olyan időszak, pontosan ez a 90-es évekre esett, amikor hát a Jani házhoz jön, ha még mond a nézőknek ez a műsor valamit, ugye a
Bethlen Jánosnak a műsoráról volt szó, amikor kifejezetten valamilyen családi vagy társadalmi problémát vállalt föl a műsor, és annak járt utána. Most ennek a mintájára úgy gondolták, hogy a média az mindent el tud intézni. A vízelvezetési kérdést is, a közlekedési tábla kérdést is, a gyorshajtási kérdést a Nagyszombati úton, a fekvőrendőrök kérdését, vagy bármit. Tehát amit a média fölkarol, annak mi utána járunk. És én a vezetésem alatt ezt is helyeztem fókuszba, hogy minél több olyan helyi problémával foglalkozzunk, amit az emberek vetnek föl, és annak utána járni. Ez macerás. Nagyon macerás és drága a híradózás és a televíziózás szempontjából, hiszen gondoljuk meg, hogy egy, mit tudom én, 50 másodperces, 1 perces, 3 perces anyaghoz lehet, hogy 3 helyszínen kellett forgatni, vagy 4-en, vagy 5 embert kellett megkérdezni. Szóval ez egy macerás dolog és drága, de volt értelme, mert a televízió nézettsége az ment fölfele nagy ívben. Na, erre egyébként kíváncsi lennék majd, hogy milyen módszerekkel tudtátok ezt nyomon követni, de még mielőtt erről beszélünk, András, te akkor még mint kívülálló hogyan láttad a tévét? És egyébként, amikor te hozzánk csatlakoztál, akkor mit gondoltál, hogy mit vállalsz fel ezzel? 1984-ben 14 éves voltam, tehát már észre követtem az eseményeket, és egy családi jó barátunk az részt vette az IKV munkatársaként a kábelhálózat kiépítésében, Kunos László és Segesdi József munkatársaként. Tehát volt közvetlen információm arról, hogy az infrastruktúra hogyan épült ki, és arról is, amikor elindultak az első kísérleti jellegű adások, amikor monoszkópot adott a tévé, aztán képújságot, aztán a május 1-i első kísérleti adást, és ugye december 1-én indult, ha jól emlékszem, hogy jól tudom, 1984-ben a tényleges, úgymond hivatalos Fehérvár, akkor még városi televízió adása. Nézőként én benne voltam ebbe, hiszen volt családi kötődés az egész kísérlethez, az egész televíziózás ügyéhez. Én emlékszem arra, hogy néztük, kerestük akkor a Magyar 1, a Magyar 2, és néha bejött az Osztrák 2, meg a Csehszlovák tévén. Emlékszem még a mese, amikor gyújtogatta a csillagokat. Meg a hoki meccs. És akkor, hát hogy lett egy negyedik vagy ötödik televízió, igaz, hogy még csak nyomokban kezdetben, ez azért 84-ben, bár nem voltam egy műszaki orientált gyerek, de azért érdekelt minket. És így aztán, amikor elindult a televíziózás itt Fehérváron, erről nekem így halvány emlékeim nézőként vannak. Érdekes módon azokkal a kollégákkal, akik 1984-ben, illetve az azt megelőző években pontosan az IKV-nál az infrastruktúrát kiépítették, azaz a városi kábelhálózatot, én később munkatársként találkoztam, mert 1997-től Budapesten a későbbi UPC, akkor még én egy másik elődnél dolgoztam, de itt Fehérváron pedig a Kábelkom Kft. Vásárolta meg a kábelhálózatot a rendszerváltást követően. Na, én később ennél a cégnél dolgoztam, azokkal az emberekkel, akik itt megalapozták a kábelhálózatot, és így lehetővé tették azt, hogy elinduljon az akkori városi televízió. Aztán konkrétan a televízió működésével én ugye 1989-90 környékén találkoztam, amikor ugye lelkesedvén az induló rendszerváltásért és a remélt, aztán megvalósuló változásokért belekerültem a helyi közéletbe, és volt aztán olyan helyzet, amikor meg is kellett szólalnom így az 1990-es év során többször is a városi televízióban, na akkor már a kamera túloldaláról, de közvetlen élményem is van a városi televízióról, a későbbi Fehérvár televízióról. Amikor pedig 2012-ben fölkértek, hogy legyek az addigra már Fehérvár médiacentrumként működő cég vezetője, ami magában foglalja a Fehérvár televíziót, a Vörösmarty rádiót, a Fehérvár magazint, illetve két online hírportált, addigra pedig, mint rendszeres néző, és gyakran, mint megszólaltatott interjúalany szerepeltem a televízióban, és ismertem ezeket a médiafelületeket. Nem voltak ismeretlenek az itt dolgozó kollégák, hiszen számtalanszor volt alkalmunk találkozni,
így tulajdonképpen egy ismert közegbe jöttem. Nekem nem kellett bemutatni Nagy Zoltán Pétert, nem kellett bemutatni Nagy Juditot, mert hát ismertem őket a képernyőn. Hogyha most kicsit visszakanyarodunk erre a nézettségnézésre, akkor abban az időben ti hogy mértétek, meg mi hogy tudjuk most? Honnan látjuk azt, hogy hát mennyire 80, vagyunk 84-ben, 84 után, akkor, amikor még nem költöztünk be a Jókai utcai székházba, amit televíziónak lehet nevezni, hiszen tetőtérbeépítésben voltunk, hát hogy is tudtuk volna mérni. A segesdiék megpróbáltak elektronikus, meg elektromos úton megmérni a hálózat terhelését, hogy mi is látható, hogyha a városi televízió híradója megy, hát leginkább híradó szokott menni, hogy van-e terhelés, vagy nincsen terhelés, de ezek olyan bizonytalanok voltak, mert lehet, hogy az ő drájon éppen ment valami, és azt terhelte le a műsort. Ezért mi tettünk olyan kísérletet Eszterrel, Farkas Eszterrel, azt hiszem, hogyha jól emlékszem, hogy megkérték, hogy kedves nézőink, kapcsolják le a villanyt otthon, és kint megálltak az M3-as kamerák, és vették a lakótelepet, hogy hány helyen kapcsolódik le a villany, és ebből lehetett kalkulálni, hogy nagyjából menjen. Te sokkal jobban értesz hozzá, András, hogy kell közvéleménykutatást csinálni, meg ilyeneket. Ez valószínűleg nem egy releváns módszer volt, de mégis látszott, hogy lekapcsolódtak a villanyok a nagyszobában, viszonylag sok helyen, tehát mi nyilván azt mondtuk, hogy rengeteg helyen, szinte minden második lakásban, és abból próbáltunk meg felméréseket csinálni. Nyilván lehetett volna telefonos közvéleménykutatást csinálni, a vonalas telefon, de hát nem tudom, hogy mennyire hiteles lett volna az, hiszen minden századik családnak volt telefonja, úgyhogy valószínűleg kimaradtak volna belőle jó sokan. Nagyjából a mai napig ez a leghitelesebb mérés egyébként a helyi televíziók nézettségének, amit Zoli elmondott. Nem tudják mérni a kutatócégek igazából a helyi televíziók nézettségét, mert országos mintákat mérnek, mondjuk 1000 emberrel, azon belül Fehérvárra jut 10. Hát most 10 ember éppen mit néz, az ugye nem hoz ki olyan számot. Városra szóló kutatások készülnek, tehát tudjuk azt, hogy mennyire rendszeresen nézik mondjuk a Fehérvár TV híradóját, mennyire kevésbé vagy nem. Ilyen adataink rendelkezésre állnak, de nézettségi adatok konkrétan, azokat senki nem méri, mert nagyon kicsi a mintanagyság, tehát a város népességét. Óriási pénzbe kerülne ezt megmérni, úgyhogy nem nagyon van senki, aki erre vállalkozna. A Helyi Televíziók Országos Egyesületének volt egy ilyen kísérlete, hogy az összes helyi televíziót bevonva egy alkalommal legyen egy ilyen mérés, ahol az országos kutatócégek megmérik a nézettséget, de valamilyen okból ez sem jött össze. A rádióknál már jobb a helyzet, ott az NMHH, tehát a Nemzeti Médiahatóság szerződést kötött már hosszú évekkel ezelőtt kutatócégekkel, tehát rádiókról több információnk van, és ők a helyi rádiókat is tudják mérni. Úgyhogy tudjuk, hogy a Vörösmart rádió olyan 10-15% közötti hallgatottsággal működik a térségünkben. De a tévéről én még nem láttam konkrét adatot. Nem tudom, hogy a ti időtökben volt-e ilyen. Volt. És hogy az mennyire lehetett megbízható. Egyébként Zoli, amit mondtál, a villanyre fölkapcsolás, ha emlékeztek, volt még a Magyar TV-ben is ilyen, hogy lehetett a vasárnap esti filmet kiválasztani, hogy mit akarnak a nézők. Igen. És akkor igen. Aki a volt egyszer egy vadnyugatot akarja, az most kapcsolja fel a villanyt. És akkor mindenki beindította a mosógépet, meg, az összes létező hajszárította, mi volt a háztartásban. Aki utána pedig melyik szovjet háborús filmet, hát ott nem volt annyi. És akkor mindig volt egyszer egy vadnyugat, nyert, nem tudom, ezt tudjátok. A Bujánnal szembe. Mindig így volt. De Judit, akkor mondd el, hogy te mire emlékszel meg, hogy lehetett ezt megcsinálni akkor, mert amióta én követem ezt a szakmát, azóta ilyen mérés nem tudom. Hát nagyon drága volt akkor is, viszont arra szükségünk volt, hogy legyenek nézettségi adataink, és akkor az Európai Uniónak mi még nem voltunk tagjai, de a FAR alapokra lehetett pályázni. Ez egy előcsatlakozási alap volt, és ugye az előcsatlakozási alapoknál a fő szempont, az egyik fő szempont az pont az volt, hogy az Európai Unió csatlakozni kívánó országainak polgárai számára információkat jutassunk el oda és vissza. És mi pályáztunk egy ilyen FAR előcsatlakozási alapra, de nem egyedül,
hanem az akkori Nemzeti Egészségvédelmi Intézettel, ugyanis nálunk több jogszabályt is harmonizálni kellett, így például a nem dohányosok védelméről szóló törvény akkor született meg. És akkor kerestek olyan partnereket a Nemzeti Egészségvédelmi Intézetben, akik kreatívan együtt tudnak működni. Most a helyi televízió vezetők közül azért nagyjából én voltam a legkreatívabb, így lehet mondani az akkori elnökségi tagok közül, és akkor már PR végzettséggel is rendelkeztem, és én megláttam ebben a lehetőséget, hogy ebbe bele lehet tenni egy olyan mérési lehetőséget, ami előtte és utána, még ez a projekt tart, megméri a nézettséget. És hát ez így is történt, és amit a Séda Zoli elővett, ugye említetted ezeket a nem dohányosok védelméről szóló figyelemfelkeltő kisfilmeket, például ennek a projektnek volt a része. Tehát előtte megmérte a szonda Ipsos, és ez nekem még meg is van, ez a módszertan is megvan, meg a mérési eredmények is megvannak, hogy milyen nézettsége volt a televíziónak a projekt előtt, és milyen utána. És én azt mondtam akkor a stábnak, hogy ezt a projektet nagyon-nagyon jól kell megcsinálni, úgyhogy beszéljenek róla az emberek, mert ez bizonyítani fogja azt, hogyha ez a projekt nézett, és elkezdenek valamiről beszélni, egy közéleti téma lesz ez a dolog, akkor ez meg fogja emelni a nézettségünket. Ez volt a hipotézisem, is így lett. Tehát van előtte ismérés, utána ismérés, és innen tudtuk, a Sonda Ipsos azért nagyon nagy mintával dolgozott és válogatott módszertannal, amit András említett, ugye a rádióknál azért könnyebb, ők naplózási módszerrel, rádionaplózási módszerrel mérnek a mai napig is, viszont a televíziót, az AGB Hungary, azt valóban egy ilyen elektronikus úton méri, és abban a helyi televízióknak nem sok minden jut, de nagyon fontos volna pedig, mert ugye a reklámoztatók szempontjából meg a mérési adatok a relevánsak. Tehát, hogyha valaki mondjuk egy országos hálózatban szeretne elhelyezni reklámokat, és miután én elkezdtem egy helyi televíziós hálózatot szervezni, ez alapvető volt, hogy föl tudjunk mutatni eredményeket, hogy milyen a nézettsége a helyi televízióknak. Mert az nem lehet, hogy a Coca-Cola cég, vagy egy nagy multinacionális cég olcsóbban reklámozzon egy helyi televízióban, mint mondjuk egy helyi üzlet. Mert hogy ez volt. Tehát tulajdonképpen ez volt, hogy egy helyi üzletnek drágában kellett adni a másodperc alapú vagy a perc alapú árazásban a reklámokat, mint egy multinacionális cégnek, mivel hogy a multinacionális cég nem fogadta el ezeket a mérési eredményeket, a Sonda Ipsos már elfogadták. Na az volt az első, amivel bizonyítani lehetett, hogy na mekkora a nézettsége, és kb. Hány embert fogunk elérni reklámokkal. Egyébként ez egy nagyon komoly változást hozott a bevételekben is, hogy átalakítottuk gyakorlatilag a gondolkodást, és hát egy ilyen marketing szemléletű televíziózást kezdtünk csinálni a 90-es években. Most erről jutott eszembe egyébként a mérésről, hogy most napjainkban talán annyiban tudjuk a híradó nézettségét mérni, hogy ugye mostanában elindítjuk a Facebook élőnket, és akkor ott valamilyen szinten tudjuk nézni, de egyébként én azt gondolom, hogy a szóbeszéd, az emberekkel való találkozásban nagyon sokat halljuk azt, hogy mennyire nézik ezt a tévét, és hogy mennyire van igény arra, hogy mi itt helyi híreket szolgáltassunk. Na, ez csak egy zárójel volt. 90-es évek végén ugye közszolgálati média is bejött, meg ugye majd ugorjunk egy kicsit arra, amikor 12-ben te hozzánk csatlakoztál, hogy milyen változásokon ment keresztül így a tévénk. Most csak a tévéről beszéljünk. Ugye nálunk ott azért megjelent egy csomó más felület is, ugye akkor lett rádiónk is, és hogy egy kicsit úgy felosztódott a munka, meg én emlékszem még akkoriban, hogy egy picit mindenhova is kellett dolgozni. Volt egy ilyen nagyon pici időszak, amikor mindenhova is, most is, de hogy például a tévések akár rádióztak is megfordítva. Zoli azzal kezdte, hogy a volt akkori hírlapos újságírók és más kollégák kezdtek el mindent csinálni, és egymástól tanulták, hogy hogyan is kell egy televíziót működtetni, hiszen honnan tudták volna.
És még emlékszem, mesélted, hogy fotósokból lettek operatőrök, és amikor kimoltak a meccsen, akkor ugye rajta volt a kezük a gombon, és amikor gól volt, akkor exponáltak, azaz leállították a kamerát. Tehát pont a lényegről maradtak le, nyilván ez nem lehetett túl gyakori, de hát biztos volt ilyen. Hát ahogy a kezdeti legendás időkben, ma is tulajdonképpen az a cél, hogy egyre több mindent kell az újságíró kollégáknak tudni, hiszen összemosódnak a műfajok, bizonyos tartalmakat azt ugye több felületen, több módon tudjuk eljutatni az olvasókhoz, nézőkhöz, hallgatókhoz, és pont ez a cél. Tehát amikor létrejött a Fehérvár Média Centrum, a koncepciónak a lényege az volt, ez a 2000-es, vagy a 2010-es évek eleje volt, vagy a 2000-es évek vége, ugye 2008-2009 tájban, hogy ha összetolunk több felületet, akkor kevesebb energiával, kevesebb pénzből lehet üzemeltetni ugyanazt. Ez egyébként valóban így van. És nyilván, ha egy újságíró kollega több felületre dolgozik, vagy ugyanazt a tartalmat, amit ő előállít, azt több módon is el tudjuk juttatni a fogyasztóhoz, akkor úgy hatékonyabb az üzemeltetés. Ez egyébként így is van. Nyilván vannak olyan műfaji határok, amit nehéz átugrani, meg a nagyon rádiós kollégából, aki beszélni reggeltől estig tud, ha beültetik egy mikrofon, meg én nem biztos, hogy le tud írni egy minuszos hírt, főleg nem helyesen. De ezeken azért kezdünk túllépni, és igyekszünk az új kollégákat arra bíztatni, hogy tanuljanak meg más szakterületeket a média világán belül, tudjanak többet, legyenek képesek több mindent csinálni, hiszen ezzel az ő értékük is, mint munkavállaló a piacon nő. Nekünk pedig, mint egy céget irányító vezetőknek, az a jó, hogyha olyan kollégákhoz tudunk nyúlni, akik tud mindenre alkalmasak. Úgyhogy ez a cél, ez az üzleti logikán és a takarékosságon túl egy elemi érdeke szerintem a média cégeknek. Ezt mi hoztuk létre egyébként először az országban, és azóta nézzünk körül, nagyvárosokban mindenhol médiacentrumok üzemelnek. Úgyhogy nem csak az első televízió indult Székesfehérváron, hanem az első médiacentrum is. Bár mind a kettőt vitatják más városokban, de ezzel nekünk kell foglalkozni, de nincs is jelentőség egyébként. Lényeg az, hogy az elsők között volt biztosan a Fehérvár TV is, akkor még városi TV, illetve mint médiacentrum először lett valóság ez a koncepció itt a mi városunkban, de követnek minket. Úgyhogy nem lehet nagyon nagy hülyeség, amit csinálunk. Hát meg ugye a mi generációnk a 90-es években, ez volt a második generációja a televíziózásnak, már tanult generáció volt. Tehát, hogy ugye a kommunikáció, mint disziplína, az még a 90-es évek elején sem volt Magyarországon felsőoktatási disziplína, tehát nem ismerték el tudományterületnek a kommunikációt, ezért nem is volt az én munkatársaimnak sem eleinte. Ezt mondom, hogy eleinte, mert utána aztán mindenkinek lett újságíró, televíziós végzettsége, sőt, én nagyon-nagyon törekedtem erre, hogy mindenféle olyan televíziós kurzusokon részt vegyenek a kollégák, amint csak lehetséges. Ugye miután a hálózatszervezéssel foglalkoztam, és az már egy internet alapú hálózat lett volna, ami még ugye a mai napig sem valósult meg, pedig azért az jó lett volna, hogy egy NBC vagy egy ABC típusú helyi televíziós hálózat jöjjön létre, és többek között amerikai NBC, ABC vezetők, menedzserek is jöttek Magyarországra, és az ő kurzusaikon is részt vettünk. És hát ez a közszolgálatiság, amiről beszélsz, ugye közműsorszolgáltatók tudtunk lenni, mert a médiatörvény szerint ez volt a helyi televíziónak a státusza, és ami a közszolgálatinak megfelelt, mert ugye a közszolgálati az csak a Magyar Televízió, illetve a Duna Televízió volt a törvény szerint, de együttműködtünk már akkor is, noha kicsit fapados módon, mert mi valamilyen oknál fogva a szegedi
körzeti stúdióhoz tartoztunk, de hogy miért, azt nem tudom. És akkor én ilyenkor két szatyor Jumatic kazettával, amely két szatyor Jumatic kazett azért nem volt könnyű, és ennyivel indultam el Szegedre, hogy ott aztán műsort vezessek a szegedi körzeti stúdióban a szegedi kollégával, és a Magyar Televíziónak a különböző típusú körzeti magazin műsoraikba így be tudjunk csatlakozni. És aztán később is, ugye, amikor beszállítók lettünk, ez még az Elek János időszak volt a híradózásban, Magyar Televízió híradó főszerkesztőjeként, akkor mi is kazettákon küldtük föl. Vitte a taxis a vonatra, a buszra, és hát a többi televízióhoz is így juttattunk el kazettákat, hogy különböző buszokon keresztül. A gyártásvezető tudta, hogy hánykor ér be a veszprémi busz, és akkor föl kell tenni a kazettát, vagy le kell venni a kazettát, szóval ez így ment. És akkor mondtam, hogy hát ennek véget kell vetni, hát, és már aztán itt vagyunk a 21. század küszöbén, hát most már ezt elektronizálni kell, és akkor elkezdtem beszélni erről a helyi televíziós hálózatról, hát nem arattam nagy sikert a közgyűlésben, mert fogalmuk nem volt akkor, hogy mi az, hogy internet alapú televíziózás, hát a képviselők nem értették, miről beszélek. Uh-huh. Viszont erre már egy halvány kis emlékem van, ugyanis én 2002-ben, amikor csatlakoztam a tévéhez, akkor volt már néhány éve a Pannon híradó, és ugye abban az időszakban még emlékszem arra, amit mondasz, hogy a taxis meg a buszos vette át a kazettát, mert hogy ugye volt egy ilyen regionális híradónk, ami azt jelentette, hogy délután felvettük a híradót, és akkor valaki kivitte a buszpályaudvarra, elvitte mindenféle városban, mondjuk Tatabányától Veszprémig, nem tudom pontosan, hogy hány város volt benne, de sok volt benne, és aztán egyszer csak ez az optikai szál megjelent, és akkor onnantól kezdve már nem kellett küldözgetni, arra emlékszem. De én mondjuk ezt a részét nagyon sajnáltam, mert ugye az történt, hogy bejöttek a különböző városokból a hírek, és akkor összeállítottunk egy olyan híradót, ami így a régióban érdekes lehet mindenki számára, és valahol ez így működött, csak aztán egy idő után már valamiért nem volt rá szükség. Azt nem tudom, egészen pontosan miért szűnt meg. Abban az időben, amikor te visszakerültél hozzánk, mint főszerkesztő, először ugye úgy emlékszem, hogy az újság főszerkesztőjeként, igen, 2009-ben, ha jól emlékszem, de aztán utána a televíziót is átvetted, akkor mennyiben volt más, mint amikor az elején találkoztál ezzel a dologgal? Hát sok különbség nem volt. Sok különbség nem volt. Megjegyzem, hogy a buszokra, vasútra föladott kazettáknak azért megvoltak az ősei, ugyanez megtörtént a filmekkel is. Migen Dárpád, amikor leforgatta a híradó szükséges anyagot is Székesfehérváron, kiszaladt a vasútra, föladta a gyorsvonatra, ott pedig a masinista leadta az MTVA-nak, ahogy gyorsan, akkor még nem MTVA-nak hívták, hanem Magyar Televíziónak, ahogy gyorsan előhívták, és a megfelelő részeket kiszedték és berakták. Tehát így működött ez abban az időben is, tehát ez egy teljesen természetes. Akkor egy nap nem lehetett túl sok megrendelés. Nem tudom megerősíteni, mert ugyan a Pali meg a Migen Dárpi úgy dolgoztak, hogy volt mondjuk egy megrendelés, és mellé gyorsan leforgattak még kettőt. És azt adták. És amikor előhívták, akkor látták, hogy ott van még egy, ott egy fekete sáv, és utána még egy. Gyorsan belehallgattak, hogy mi az, jó, tegyük bele ezt is a végére, pakoljuk bele. Így jóval több hír tudott menni Székesfehérváról és környékéről. Becsempészték, hogy úgy mondjam, egy szalagra. Én 2009-ben kerültem vissza. Ugye akkor az újsággal foglalkoztam, 2-3 év múlva Andrásnak a vezetésével kerültem vissza a televízióhoz. Az elv maga, én szerintem sokat nem változott. Minél többet, minél helyibb információkat közölni a nézőkkel, adni a nézőknek, és hogyha lehet, akkor minél gyorsabban. Sok vita volt azon, hogy még annak idején először az EDE, POSEDE kísérletezett azzal, hogy a napi híradók mellett legyen még valahol dél környékén egy híradó, de aztán végül a
az András torkán lehetett lenyomni teljesen a híradó egyet, hogy legyen egy déli híradó is, hiszen az internet világában a televíziókat már mindenki megelőzi, azért mert kikerülnek az internetes felületekre a különböző publikációk vagy filmek, és ezért eléjük kellett, vagy utánuk kellett, inkább így kell mondanom, utánuk kellett menni. De én nagy változást nem láttam, a technika másmilyen volt, korszerűbb volt, de a cél az még akkor is az volt, hogy minél hamarabb kiszolgálni az olvasókat, illetve bocsánat, a nézőket. És az alapelvem, hát hogyha én mondhatok ilyet, hogy nekem van alapelvem, az alapelvem sem változott, amit még a 80-as években fogalmaztam meg, hogy ahhoz, hogy hírt adhassál, ahhoz annak az embernek milyen tulajdonsággal kell rendelkeznie. Én azt mondom, hogy kettő tulajdonságának mindenképpen kell, hogy legyen. Az egyik a gátlástalanság. Gátlástalanság a hírrel szemben. Meg kell szerezni tűzön vizen keresztül. A másik tulajdonsága pedig az alázat. Alázat a nézővel szemben, mert neki csinálja. Nem magának csinálja, nem a kedves munkatársaknak csinálja, hanem a nézőnek csinálja, őt szolgálja ki. Ha ez a kettő megvan, akkor teljesen mindegy, hogy filmszalagon gyártjuk, vagy pedig high-tech, HD, 4K, nem tudom milyen minőségben gyártják a híreket. Judit, te nem szerettél volna most ehhez hozzászólni? Nem, csak most eszembe jutott, amikor a Zoli mondta, hogy visszakerült a tévéhez, hogy a rádióban is dolgoztunk mi együtt, igen. A Vörösmarty rádióban, hiszen volt egy olyan időszak, amikor én mind a két médiumnak a főszerkesztője voltam, és a Vörösmarty rádióban azt a műsor struktúrát, amit szerintem még a nyomokban most is tartalmazza, azt én alakítottam ki, és még meg is van az a tábla, amit kitettek, ami a Vörösmarty rádiónál volt, hiszen ott pedig egy kettős cél volt, hogy a rádió mellett egy oktatási intézmény is legyen, egy oktatási helyszín, gyakorlati oktatási helyszíne a kommunikációképzésnek a rádió. És akkor a Kodolányi Főiskolán a rádiós és a televíziós gyakorlati képzésnek a képzési struktúráját és a tematikáját, ezt én dolgoztam ki, és Györfi Miklós ezt a feladatot rám bízta, és nagyon szerettem volna Miklóst arról meggyőzni, hiszen ugye azt lehetett olvasni tendenciózusan, hogy a tematikus rádióknak lesz jövője. És akkor gondolkodtam, hogy hát ez hogy lesz, hogy közszolgálati mintákat adunk egy főiskolán, de közben meg a trend, a tematikus rádiók irányába megy el. És akkor hát gondolkodtam, hogy milyen tematikus rádiót lehetne létrehozni Székesfehérváron, és akkor gondoltam, hogy hát a női rádió az biztos jó lenne, bár én nem vagyok egy ilyen kifejezetten feminista alkat, de mondom, hát az biztos jó lenne, mert hogy akkor a férfiak is bekíváncsiskodnának, mert mindig olyan témákról esne szó, és aztán... Hát a Miklós addig húzta, halogatta a döntést, mert azt mondja, hát igen, hát ezt tanítjuk, hát igen, de húzta, halogatta, nem barátkozott ezzel a gondolattal tulajdonképpen, még egyéb opciókat is felvetettem, na addig húzta, halasztotta, amíg Debrecenben megalakult a Lady Rádió. És akkor már nem lettünk volna elsők, és én meg mindig azt mondtam, hogy olyan pályán kell versenyezni, ahol mások nem versenyeznek, mert ott első lehetsz. És miután ugye megalakult a Lady Rádió, ennek már nem volt olyan verseny szituáció jellege, hogy na akkor ez, és akkor mondta a Miklós, hogy legyünk akkor mégiscsak közműsorszolgáltatók a Vörösmarty Rádiónál, és hát erre törekedtünk, viszont hát ott ugye kötelezettségek vannak, szóval a köz minden részével kell foglalkozni, a nyugdíjasoktól a gyerekekig, az egyházaktól a sportszervezetig bezárólag mindennel. Tehát ott nincs szabad döntés, hogy én azzal foglalkozom a tematikus rádióban, amivel én szeretnék, hanem ott kötelezettségek vannak a közműsorszolgáltatásban. És nem bántuk meg, hogy tulajdonképpen ez így alakult, és hát nagyon, nagyon sok olyan kedvenc tanítvány volt, akik ma is tanítanak, az egyetemen is tanítanak, vagy médiumokban dolgoznak, ugye itt is a Vörösmarty Rádióban is vannak tanítványok,
akiket én nagyon szerettem, és nagyon szerettem velük együtt dolgozni, és hát természetesen az meg egy másik érdekesség, hogy ugye miután én a rendszerváltás után kerültem a televízióba, pont a színházból kulturális szerkesztőként kerültem ide, akkor volt az én nagyobbik gyerekem Picike, még a Zoli volt az első, a, nem is tudom kivel jöttél látogatóba, akkor a Bence megszületett, már a Lalival? Az én Bencém, amikor... A te Bencéd? Nem tudom, a tévések. Hát a Megyeri Zoli is mindig mondja, hogy a tévések, igen, tévések jöttek látogatóba, és, de ilyen kis csoport, mert már ugye Csecsemőhöz nem megyünk 72-en, tehát hogy egy ilyen kis csoport jött látogatóba, és aztán amilyen gyorsan lehetett, ugye én visszaálltam a televíziózásba, és akkor hát a Bence az babakocsiban nézte az adást gyakorlatilag, vagy húzkott az adáskiadóban a gombokat, Zsiga megállapította, hogy mekkora keze van ennek a gyereknek, emlékszem rá, és itt figyelt mindent, és ugye egy a Vörösmarty rádióban is, és hát nagyon sok kollégámnak volt akkor picike gyereke, és nekem mindig volt a fiókban, a Jókai utcában, csokoládé a fiókomban. És nem azért, mert én édesszájú voltam, hanem mert ha jött egy gyerek, akkor ezt tudta, hogy az alsó fiókot, ha kihúzza, ott mindig talál valami finom, és ezt a Zita készítette be, a Turi Zita volt a marketinges, aki a rádióhoz és a televízióhoz is ezeket a játék nyereményeket összegyűjtötte a szponzoroktól, és ott mindig volt csokoládé. És akkor emlékszem rá, hogy az én irodámban minden gyerek nagyon szeretett bejárni, mert az alsó fiókot kihúzva ott mindig találtak egy, vagy egy szerbona szelet, vagy egy maci csoki, de ott mindig volt valami. És hát ha már a Bencét említetted, ugye ő is itt van közöttünk, igen, tehát őt is sikerült megfertőzni. Beszéljünk egy picit, most már nem túl sok az időnk, de arra nagyon kíváncsi lennék, hogy mit gondoltok, hogy merre tartunk. Merre tart a tévé, a helyi tévé, a mi tévénk. Andrásnak volt egy nagyon, nagyon jó beszéde ezen a bizonyos ünnepségen. Nem szeretném annyira felemlegetni, csak a konklúziót mond el, légy szíves, mert ezt most úgysem tudnánk így ennyi időben felvázolni, de engem a hidegrázott ettől a gondolatmenettől, amit ott előadtál, és ebben azt bizonyítottad, illetve erősítetted, hogy igenis szükség van ránk. Hát, hogy jó beszéd volt, vagy nem, azt majd az idő eldönti. Amit én igyekeztem megfogalmazni, az, és nyilván ebben a székben ülve nem mondhatom azt, hogy nincs jövője a helyi televíziózásnak, rádiózásnak, de nem is mondhatnám, mert szerintem van. Hogy az éppen most konkrétan a mai technológiájú televíziót, rádiót jelenti-e, az majd eldől, de hogy a helyi tartalomnak van létjogosultsága, az biztos. Tehát a tartalomfogyasztásnak ez egy olyan szegmense, amit a helyi újságírókon kívül, a helyi önkénteseken, régen volt ilyen fogalom, nem is tudom, Zoli segíts, hogy népi tudósító, vagy a népi tudósító az ilyen, a szocializmusban, így van, de voltak ilyen társadalmi tudósító. Önkéntesen híreket küldtek. Na, tehát amit helyben előállnak információk, hírek, arra a környéken lakók mindig is kíváncsiak lesznek, van tartalomfogyasztási igény. Ezt ki fogja kiszolgálni rajtunk kívül? Hát senki. Ma már azt mondjuk, hogy nincs szükség újságokra, nincs létjogosultsága a televízióknak, rádióknak. Válasszuk ketté a tartalmat, illetve a technológiát. Lehet, hogy a technológia változni fog. A fogyasztási szokások, annak az időtartama, jellege, az változni fog, ma is változik napról napra. De hogy milyen tartalmat fogyasztanak az emberek, az is hullámzik, de hát az biztos, hogy ez egy olyan piaci szegmens, amiben senki nem fog bejönni. Se a nemzetközi médiavállalatok, amíg vannak ilyenek, se a különböző közösségi felületek, mert a nagy tartalomgyártók, vagy most indul ugye, nem indul, már folyik, ugye, hogy mesterséges intelligencia állítja elő a tartalmat. Lehet előállítani helyi tartalmat mesterséges intelligencia által, csak hát azt itt fogják tudni az emberek, hogy ezt egy robot hozta létre, nem pedig ember. Na az ember, az pedig mi vagyunk. És a hír akkor lesz hiteles, hogyha élő fehérvári emberek
akikvel az utcán találkozol, akivel a boltba együtt vásárolsz, őtől hallod, látod, olvasod azt a hitelesnek elfogadható, hiszen látod, hogy hogy keletkezik híreket. Ebben látom én a létjogosultságát és a jövőjét a mi szakmánknak, mint helyi újságíróknak. Hát, hogy igazam lesz, vagy nem, azt nem tudjuk. Gyorsabban fejlődik a technológia, mint a mi fantáziánk ezt képes lenne követni. Nyilván nekünk van egyfajta olyan jelenlegi technológiai adottságunk, környezetünk, amiből azért bár kicsik vagyunk a piacon, de ahhoz nagyok, hogy elég lassan mozdulunk, nincs annyi pénz, nincs annyi energia egy ilyen cégben, hogy ezeket villámgyorsan lehetne a piaci változásokat követően korszerűsíteni. A tartalom formáját azt igen, tehát azon nekünk is dolgozni kell. Valószínű, hogy amit Zoli mondott, hogy nem sokat változott 84-től 2009-ig a televízió, én azt mondom, hogy ezen viszont változtatnunk kell, hiszen ez egy híradóközpontú televízió volt 84 óta, és a mai napig az. Valószínűleg ez már nem helyén való, nekünk hírközpontunak kell lennünk, és nézőközpontunak. Ugyanúgy arra a helyi tartalomra kell rámennünk, és azt közvetítenünk, csak ennek a módja, időzítése, stílusa, ez lesz az, amin változtatnunk kell, ez a következő évek feladata. Nyugodtan hívhatjuk ezt továbbra is televíziónak, hiszen ma már teljesen mindegy, hogy ezt milyen platformon, milyen eszközön, mikor nézi az ember. Ha kíváncsi valaki a helyi tartalomra, akkor meg fogja találni, tök mindegy, hogy milyen felületen. Na, nekünk az a feladatunk, hogy ott legyünk minden olyan felületen, ahol a nézők a fehérvári tartalmakat látni akarják. Ezzel. Ebben bízom, hogy ebben lesz szerepünk és helyünk a továbbiakban is. A globalizáció homoktengerében én nekem szent meggyőződésem, hogy zöldülni, sőt virágozni fog a helyi jellegű, minden helyi jellegű megszólított ember és dolog. Ez szinte 100%, mert az emberek már éhezik ezt, miközben mindenhonnan özönlik rájuk minden, de nem állnak szóba egymással, nem néznek egymásra, és ez ma már hiányzik. És ezt egy helyi médium, és tényleg mindegy, hogy minek nevezzük a platformot, ahol ezen dolgozik, ezt meg tudja tenni. Ez a feladatunk. Nagyon vége sajnos a műsornak, de egy kérdésem még van, úgyhogy erre röviden próbáljátok meg légy szíves válaszolni, hogy mondtam nektek még akkor, Judit nem volt el itt, úgyhogy lehet, hogy téged ez a kérdés meglep, de hogy egy nagyon picike kis olyan sztoritok van-e, ami megmosolyogtat minket, ami emlékezetes, így a tévézésből, mi az, ami megmaradt, és ki tudtok csípni egy ilyet? Tudom, hogy sok volt. A ledőlt hátterektől kezdve mindenféle van nyilvánvaló. Talán ezek közül a legaranyosabb az volt, amikor a Csató Barnára rádőlt a háttér, és élőben beszélt valakivel, lehet, hogy a Zsohár Melindával, és akkor félretúrta a hátteret, és folytatta tovább az ő beszédét. Ő rajta biztos, hogy nagyon sokan mosolyogtak. Mi fetrengtünk a röhögésről, mert már úgyse tudtunk mit csinálni vele. Én mielőtt válaszolnék, azért egy fontos gondolatot az előttem szólókhoz, mert én ebből a körből most kimaradtam, és egy nagyon-nagyon fontos az, hogy az információ közvetítés folytonosságában látom a jövőjét a televíziónak. Tehát egyetértve az előttem szólókkal, ezt kiegészítve, hogy az információ közvetítés folytonossága, hogy dokumentáljon helyi közéleti és helyi társadalmi eseményeket, hogy utána visszakereshető legyen, és tudjuk, hogy mi, hogy történt a 90-es években, a 2000-es években, stb. Nekem egy nagy fájó pontom, hogy az általunk összeállított archívumot megszüntették, ez egy nagyon hibás döntés volt, szerettem volna, ha ez egy levéltárba kerül, és szerettem volna, hogyha a város lakossága mindenki hozzáfér ehhez, és hát a kutatók számára is egy hozzáférhető dolog. A másik kérdésedre válaszolva, hogy a vicces történet, mindig is a minőségre törekedtünk, tehát az én csapatom a 90-es években magát is fejlesztette, és nekünk egy ilyen önfejlesztő műsorunk volt, ami egy teljesen belső műsor volt. Tehát létrehoztunk
a belső csapat létrehozott egy műsort, amiben egymást parodizáltuk, vagy azokat a helyzeteket fókuszáltuk, amin lehetne változtatni. Ennek az volt a címe, hogy Bugyelláris. És akkor ennek a vetítése az minden héten megtörtént. A Bugyellárist bárki szerkeszthette, de a Bugyellárisnak össze kellett állnia. És akkor tulajdonképpen ebbe a Bugyellárisba minden vicces dolog belefért, minden félresiklott mondat belefért, és minden olyan hibás koncepció belefért, amin kellett volna, hogy változtassunk, vagy ami minőségileg előrevitt. És akkor így nem volt sértődés. Jó, kinevettük magunkat, meg lehetett mondani finoman a másiknak a véleményünket, szóval ez egy ilyen nagyon jó PR-es akció volt a részünkről, és én erre nagyon szívesen emlékszem vissza. Ez de jó. Nálunk ilyen általában egy évben csak egyszer van, egy bakiparádénk, hogyha összejön. De ezt néző nem láthatta, soha ja, nem. Hogy ez nem ment ez, ez soha nem ment adásba, ez csak is belső. Pedig ez jó ötlet lett volna szerintem. Csak nem tudom, nem, mennyire nem, fért nem, volna nem, bele. Nem lett volna jó ötlet, mert egy imást építettünk, teljesen más imást, és ez a műsor pedig arról szólt, hogy szakmailag fejlődjünk. Uh-huh. András? Még a multinacionális távközlési cégnél dolgoztam, ahol kaptam ajándékba az akkor működő Reality TV-től egy kabátot. A Reality TV különböző valóság eseményeket dolgozott föl, baleseteket, katasztrófákat, árvizeket, tájfont, ilyeneket. És arról szólt, hogy a helyszínen ott vannak a kollégák, és földolgozzák az eseményeket. Egyszer autóval mentem, és egy faluba valami balesetet utolértem, előttem már 4-5-6 autó állt, már onnan segítettek az emberek, tehát tőlem látszott, hogy valami történt, de már ahhoz távol voltam, hogy oda kelljen menni. Kiszálltam, és a többi autós kollégával együtt ott vártuk, hogy felszabaduljon az út. Erre jöttek a falusiak, és látták a hátamon az ekkora nagy Reality TV feliratot, és azt mondták, maguk hiénák, hát már most itt vannak, még a mentő se ért ide, de maguk már itt vannak. Hát van ilyen meglátás is a televíziózásról. Nyilván mi mást szeretnénk képviselni, de azért vannak kedves pillanatok, amikor érzi az ember, hogy mint tévés igazán szükség van rá, és a társadalom méltányolja az erőfeszítéseinket. Hát ez is egy ilyen pillanat. Köszönöm szépen, hogy ezt elmesélted, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és meséltetek. Én még tudnám egy órát is hallgatni a sztoriaitokat, mert úgy látom, hogy ragad bennetek még sok minden. Én azt kívánom nektek, Zoli és Judit, hogy a saját kis közegetekben továbbra is építsétek sikeresen a jövőt, mi pedig majd így együtt még remélem, hogy jó sokáig. Bízunk benne, hogy az 50. születésnapon majd folytatjuk a sztorikat, amit még bennünk. Folytassuk. Oké. Okay. Köszönöm szépen, hogy köszönjük szépen. Voltatok. Köszönjük. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük. Ez volt a Nálatok Mizu. A televízió 40 éves ünnepségével, illetve történetével foglalkoztunk az elmúlt egy órában. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.